Sziasztok, köszöntelek benneteket! A holnapi napon egy hidegfront éri el hazánk területét, de ez a hidegfront inkább szelet, mint sem csapadékot fog most hozni magával, mint ahogy ezt most már megszokhattuk az elmúlt időszakban. A szél viszont egészen viharossá fog fokozódni, és hazánk nagy területén lesz jellemző erős, illetve viharos széllökés. A száraz talajállapotból kiindulva viszont porviharokra is készülnünk kell majd, erre még a későbbiek során visszatérünk. Viszont kevés csapadékra kell majd számítani, mint ahogy ezt már említettem, helyenként csak zápor, néha zivatarra lehet számítani. Ha megnézzük a felhőzet előrejelzés szimulációt, akkor látható is, hogy Európa nagy részén igazából egy magas nyomás uralkodik most, és ez a magas nyomás a legtöbb területen felhőmentes, illetve csapadékmentes időt tartogatott magában, hazánk területén is csak a fátyol felhőzet mennyisége növekedett meg az elmúlt órákban. A holnapi napon viszont észak felől egy gyors mozgású hidegfront közelít meg minket, ez a hidegfront viszont jellemzően kevés felhővel teszi mindezt, és inkább csak a benne levő áram Más viszonyok kapják majd a fő szerepet. Ha megnézzük az előttünk álló éjszaka folyamán, többnyire kevés lesz majd a felhő, illetve esetleg közepesen felhős tájak is előfordulhatnak, de csapadékra továbbra sem kell számítani. A hajnali órákban általában 6 és 13 fok között alakulnak a hőmérsékletek országszerte, és a leghidegebb majd az északi középhegység völgyeiben lehet. Az északnyugati szélre viszont jellemző lesz majd, hiszen majd a délnyugati szél az éjszakai, illetve a hajnali órák folyamán északnyugatira fordul, és ez az északnyugati szél elkezd majd erősödni. Az erős szél pedig a holnapi nap folyamán nagy területen viharossá is fokozódik, jellemzően majd a Győr, illetve Békéscsaba vonaltól északkeletre erősödik, illetve fokozódik viharossá majd a szél, de ezt is majd még a későbbiekben reprezentáljuk. Addig is nézzük meg, hogy hogyan alakul a felhőzet. Ezt is, ahogy említettem, igencsak kevés lesz majd a felhő, többnyire napos idő lesz majd holnap is, azonban a délelőtti órákban inkább északkeleten növekszik majd meg átmenetileg a felhőzet mennyisége. Ezekből a felhőkből viszont zápor, illetve zivatar előfordulhat, a délutáni órákban pedig inkább a nyugati, délnyugati, déli tájainkon lesz majd jellemző a felhőzet átmeneti megnövekedése, amelyből szintén számíthatunk kevés konvektív csapadékra, tehát záporra, illetve zivatarok kialakulására lehet majd számítani. És hát ahogy említettem, az északnyugati szél nagy területen fokozódik majd viharossá, meg kell említeni azonban, hogy a zápor, illetve zivatargúcok környezetében akár erősen viharos széllökésekre is számíthatunk. És hát akkor itt az ígért reprezentáció. Itt azt láthatjuk, hogy mely területeken lesz esélye a viharos széllökések kialakulásának. Láthatjuk, hogy területi átlagban azért viszonylag a már említett Győr, illetve Békéscsaba vonaltól északkeletre számíthatunk viharosabb lökésekre. Ezek a viharosabb lökések azt foglalják magukban, hogy azért jellemzően ilyen 70-80 km/h közötti lökések lesznek a valószínűleg, és ahogy már említettem, a záporos, zivataros gócok környezetében még ettől is erősebb, illetve erősebben viharos lökések lehet számítani, azok már inkább ilyen 80-90 km/h közeliek is lehetnek, de ahogy említettem, ezekre inkább a konvektív gócok közelében lesz nagyobb esély. A többi területen pedig erős szél lesz a jellemző, azért ezeken a területeken is 40, illetve 60 km/h közötti lökésekre számíthatunk majd. Aztán az ezt követő napokban, tehát a hét legutolsó napján, illetve a jövő hét első napjaiban meleg és egyre nedvesebb levegő tölti majd ki a Kárpát-medence területét, ebből kifolyólag már azért láthatjuk, hogy ezekben a napokban a napsütés mellett azért a felhők is egyre nagyobb szerepet kapnak, és megnövekszik az esély záporok, illetve zivatarok kialakulására is. A hajnali órákban azonban még azt is láthatjuk, hogy kevés helyen fagypont alatti hőmérsékletek is előfordulhatnak, de már azért jellemzően fagypont fölötti hőmérsékletek lesznek jellemzőek a leghidegebb óráinkban. Én ezzel szeretném megköszönni most a figyelmeteket, ha tetszett az előrejelzés, iratkozzatok fel, és keressetek minket holnap is. Viszlát, sziasztok!